első nagy voksolás Európa irányába az lábbal történt 1956-ban, ugye? Tehát nem csak a bátyám ment el, hanem, hogy humorosan szoktuk mondani, még 250 ezeren, sőt, egyeseknek annyira bejött, hogy meg se álltak Amerikáig, illetve Ausztráliáig. Na hát ebből következett, hogy én első tapogatózó lépéseimet Bécs irányába, ami rettenetes messzinek tűnt, pedig csak 260 kilométer, úgyhogy atyám annak idején a sajtó, a nyugati sajtó eléggé szelektíve érkezett be az országba. Az osztrák orgánum, az az osztrák kommunista pártnak volt a lapja. Miért nem? Ugye, ki érti ezeket? Ugye, amikor Móriczka sétál a Dohány utcában, és valaki megkérdezi tőle, hogy nem tudja véletlenül, hol van a zsinagóg, azt mondja, véletlen. Ez a leggyönyörűbb, ez a leggyönyörűbb, és egyúttal a holokauszt emlékét kapcsán én letettem a négyegyebet ezzel kapcsolatban, úgyhogy csókolok mindenkit ezúton, úgyhogy, hát miből véletlen a Folt stimmét lehetett kapni, amit apám néha elvei fenntartása mellett megvásárolt, mert benne volt, hogy mit adtak az operába tegnap. Ugye, mert az már csak másnap érkezett ugyebár ide, és akkor időnként rátapadt a rádióra, nagyon gyakran a Szabad Európára, amelynek antennáját ugye előfinoman sáfrányos, hátuldiszkéten vonalkódos, általam úgy gyakran is szeretettel apostrofált habsejem alsó adrágba, toporogva a bérleménybe ugye próbált beállítani. Tehát ez is már tulajdonképpen az európai integráció felé tett lépés volt. Szászlónak is egy a vége, hogy már 56-ban sem voltunk abban túl egységesek, hogy nekünk a Szovjetunióhoz kell csatlakoznunk. Finoman jelezném, hogy a mongolok cirill betűvel írnak. És a 702 kolostorból 700-at fölégettek. Tehát mi a Regnum Marianummal ezt huszárosan megoldottuk. Csak azért mondom, hogy ezt az egész Európát helyezzük már egy kis kontextusba. És nagyon jó dolog, ha Európára az ember távolabbról, mondom majd a Bécset is, nyugi, Nincs a file elfelejtve, ugye? Tehát nagyon helyes, hogyha Európára az ember távolabbi kontinensekről tekint, ugye hazaérkezvén, amely hát talán a módszerváltás egyetlen kézzelfogható előnye, hogy lehet ugye bár utazni, az egyetlen ez talán túlzás, most nem szomorkodjanak így el, lehet ezt árnyalni, de hát mondjuk így a fő előnye. És hát ugye például 4 évvel ezelőtt részt vettem Kongóban, egy 3 hetes expedíción a Kongó folyón, és azt tapasztaltam, hogy a munka, ez nem alapfeltétel az életnek. Ezt mi gondoljuk? Ugye, a kenyaiak úgy hívnak minket, hogy muzungu. Ugye nem értjük a szót, de rettenetes jó a hangulata, tehát aki mindig méricskél, dolgozik, farag, ez nincs így. Csak mi Európába gondoljuk, különösen a németek, ugye, hogy éjjel-nappal dolgozni kell. 70-es években voltak én Németországban, néztem reggel az Isten királyokat, a hatalmas Mercedes-szel így mentek, és este 12 órai munka után jöttek, mint egy leeresztett lufi. Ugye, mert nekünk a csatlakozáskor nem lett elmondva, hogy tavárisi, hát most majd dolgozni kell. Ugye, hát most 600 hengesztőt levizsgáztattak egy cégnél, és kétharmada a pálcát nem tudta a kezébe venni. Ugye, na zárójel bezárva, de ez se teljesen így van, meg erre is tudunk ellenérveket mondani. Voltunk Dél-Amerikában, csak hogy utáljanak. Dél-Amerikában szorongtam, mert nem tudok spanyolul, és az ebbe ki van szolgáltatva. Tehát egy országban azért jó egy kicsit valamilyen nyelven tudni. Ilyen szempontból az olaszokkal a legjobb angolul beszélgetni, mert ők se tudnak. Tehát ez kezdő angolosoknak, ezt csak ajánlom, és ráadásul ez egy újabb rejtély, hogy akik ilyen operákat írtak, és egy ilyen muzikális nép, abszolút semmi filhallásuk nincs a nyelvekre. Tehát, ha olaszokkal beszélgetünk angolul, akkor feltétlenül nő az önbizalmunk. Na mondom, hát majd megérkezünk mi Frankfurtba, ahol majd Goethe Farkas János már apostrofált nyelvén majd ki voltam már éhezve egyszerűen. Hát sejtik a megoldást. 380 élménykombinátot látogattam végig a nem kis frankfurti repülőtéren. Egyetlen egy németül tudó emberrel nem találkoztam. Tehát volt ott macedón, crnogorác, etyem, petyem, sem. Továbbra is vannak gondolatai nagyon kedves barátomnak, Fábry Sándornak.
Európára érdemes kívülről is rápillantani, de a legcsodálatosabb, hogy egy kicsit Kínába az ember beleszakol. Kérem szépen, kvízkérdés! Mikor készült az első újság Kínában? Úgy látom, az ázsiai osztály nincs itt. Bár lehet, hogy ő se tudná. 731-ben. Mikor még ubu-dubu-dubu-dubu. Na hát, szóval ez a különbség. De hogy a kínai gondolkodás milyen nagyszerű, ugye? Európa megőrült, ugye részben azért, mert nem tudtak sejmet csinálni, ugye? Tehát, hogy a sejemhernyó hogy működik, Európa megbolondult, és nem tudtak porcelánt csinálni. Európa ettől is megbolondult, ugye? Na kérem szépen, ugye ott volt a puskapor, ugye? Tudjuk azt, hogy a kínaiak a puskaporral nem lőttek? Petárdáztak. A puskaporból mit csináltunk? Tébolyt. Krisztus körül volt iránytűjük. Kicsit csendesedjük el. Azért teszek bele, ez ugyanaz, mint a Wagner maga is megírja, hogy időnként részfúvósokat. Azért, és azért nyomja a rezet, hogy fölébredjen a hallgatóság. Ugye? Tehát én is alkalmat, azért Wagnertől tanulni nem olyan szégyen mondjuk így hatás elemeket. Na kérem szépen, a leges legcukibb az volt, hogy 1430 körül a világ legnagyobb flottája a kínaiaké volt, egyenként 9 árbocos hajókkal. Tehát Kolumbusz ilyen 3 árbocosokkal izzított. 500 ember fért rá, és ezek a császár megbízásából eljutottak Kelet-Afrikába. Kiszálltak, hát pompőz. Múlatták ott az időt, látták, hogy vannak ilyen hosszú nyakú állatok, nem lelőtték, megölték, megették, szépen a hajóra fölvezették. Van itt egy érdekes csikos ló, úgy hívják zebra. Hazamentek, betették a császári ritkasággyűjteménybe, megtekintették, majd a császár azt mondta, hogy a flottát le lehet szerelni. Nem kell Afrikát elfoglalni. Nem kell rabszolgákat szedni, és átvinni őket Amerókába, ugye, akik most már 2 naponta oktatnak minket ki, miközben bekábítószerezett amerikai katonák muszlim holttestekre pisálnak, fele barátaim. Na, a komoly elemet csökkentjük, csak azt akartam mondani, hogy Európára érdemes kívülről is rápillantani, miközben mi mindig is csatlakozni akartunk, először 10 éves koromban jutottam ki Bécsbe, hát akkor, amikor a Segítő Mária utcájába kivittek 10 évesen, ami ugye ki volt világítva, akkor én nekem a lábam a földbe gyökerezett, ezt nem tudom leírni. Na 67-ben aztán a bátyám nevelő szüleihez deponáltak Tirolba. Ugye, atyám nem tájékozódott pontosan, azt hitte, hogy Tirolban németül beszélnek. Hát ez egy súlyos tévedés, reggel jött szembe, már csak ott magad, kriszkodtam, mondom, azzal szórakozzál, veszek neked is egy képes német nyelvkönyvet gyermekeknek, mert azt se lehetett tudni, hogy kérsz egy pohár vizet, vagy menjünk a rétre sétálni. Tehát ilyen szinten nem lehetett. Azt tudtam, hogy a bátyám nevelő papája egy csodálatos úr, Trentini úr, várt engem a pályaudvaron, és beszálltunk egy Daimler Jaguarba, 1967-ben, amiért a Hunyadi téren Mohikán meg akart verni. Azt mondta, kisfámi, vagy Daimler, vagy Jaguar, ilyen nincsen. Érted? Tehát amikor a paraszt ember azt mondja a zsiráfra az állatkertbe, hogy ilyen állat pedig nincs. És hogy még mi minden jut eszébe, Fábris Anyinak! Így jegyzem meg, hogy Magyarországon is el lehet menni Európába. Például elmegyünk a Műpába. Ugye Műpába az a jó, hogy ahogy a régi bécsi mondás mondja, hogy mi a jó a kávéházban, ugye, hogy az ember nincs a családja körébe, de még sincs szabad levegőn. Tehát, hogy ezért szeretünk járni az operába. Nem, hát az operába ott ülsz a világszínvonalba. Hát később is Európa felé mentünk, csak egy ingerszegényebb zónába. Atyám egy ilyen 2 hetes vállalati valami NDK élményeztetésre küldött Lipcsébe.
ahol én lehettem 16 éves, jó tudtam németül már akkor, úgyhogy bizonyos sztárszerepet vívtam ki magamnak ezáltal, és megismerkedtem Felméri Bélával, aki akkor 55 éves volt, nekem egy Matuzsálemnek tűnt, ugye, ahogy Mick Jagger mondta, hogy nem szeretném 30 évesen az I Can't Get No-t énekelni, aminek a megértése nekünk évekbe telt. Ugye nem volt semmi leírva, tehát hogy mit jelent, hogy I can't get no, hát megőrültünk. Bár a, hogy hívják a, then heartache, az kicsoda? Az nem a, nem a Tina Turner, hanem a másik, a Bonnie Tyler. Azt én most tudtam meg, hogy az heartache, hogy szívfájdalom. Nem tudtuk, heartache, 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 de... A Pócsmegyeri Epercsárdába a Spencer David Group Comeback Baby Comeback című számát a szó szerint hallottam, hogy combine, baby combine. Ez így egyszerűbb nekünk. Nem értitek, fiatalok? Tehát nem tudtunk élő szöveget rögzíteni, semmilyen. Hát angolokkal meg, ha találkoztál, hát bementél az angol követség könyvtárába, és már följelentettek. Hát ezért kirúgtak az egyetemről. Hát szóval hála Istennek volt ott elég angol könyv, úgyhogy nem volt olyan nagy probléma. És apám beiratott egy barátjához angolul tanulni. Ez a része a műsornak már végképp csak engem érdekel. De hálás vagyok neki, mert az apának volt valami ilyen pénzügyér haverja, akinek a mamája angol volt, és ebből következően tényleg nagyon jó angol kiejtése volt, és ült egy angol állóra alatt egy angol hintaszékben, egy angol pléddel betakarva, és Earl Grey teát ivott, amit én akkor kiejteni se tudtam, és akkor én nagyon angolnak éreztem magam. Ugye ő egy Matuzsálemnek tűnt, és mondta, hogy ő se akarott egy olyan kertbe, egy ilyen betonmedence partján ott a nyaralgatni, ebben semmi fantáziát nem láttunk, és autostoppal elindultunk a festői Berlin irányába. Váltott barkaszokkal, meg is érkeztünk a Führer által épített, még mindig elfogadható minőségű autópályán, ami egyébként zárójel Európa. 33 éves koromra lett egy tűzpiros torinói Fiat Unom, mert bátyám megkérdezte Bécsbe, hogy nem akarsz egy autót, és rögtön befizetett egyet az autó küldőszolgálatnál, mielőtt én átadtam neki 13 ezer márkát. Na, szóval nem, akkor így ment az autósodás, de nekem már a Trabantom is, amiről ugye már voltam bátor beszélni, az is úgynevezett dolláros Trabant volt. Na mindegy, nem ez az érdekes, és szépen fölgöcögtünk Berlinbe, ami 69-ben azért még nagyon durván nézett. Nagyon durván. Mindez Felméri Bélát nem zavarta, ő egy 1933-as Bédekkerrel a hóna alatt megindult, és azt mondja, semmi baj, Sanyikám, azonnal megebédelünk a három sashoz címzett étteremben. Oda mentünk a mondott helyre, ugye már az utcákat sem volt könnyű azonosítani, ugye különböző munkásmozgalmi nevek figyeltek be, és a többi, és a többi. Na most nem, hogy étterem nem volt, ház nem volt, nem, hogy ház nem volt, háztömb nem volt, hanem helyette egy parkoló volt. Köszönöm szépen! Hát érjünk be ennyire! Hölgyeim és uraim, Fábri Sándor! Egész rövid leszek! Egész rövid leszek, úgyhogy pillanatokon belül ráfordulunk a szünetre, csak én úgy gondoltam, hogy hát ez a kis európai elmélkedés nem volna teljes, ha az igazi nagy költészetet ne idéznők ide. Én Lőwy Árpádnál európai költőt nem igen ismerek, aki már nevében is hordozza az univerzalizmust. Eredetileg dr. Réti Lászlónak hívták, és a Magyar Nemzeti Múzeum érmetárának volt az őre, és szombat délutánonként ezek a gonoszok összegyűltek a Magyar Nemzeti Múzeum egy kis termében, ahol főleg disznóságokkal foglalkoztak, és ő maga ugye azért választotta a Lőwy Árpád nevet, mert a magyarság fele Lőwy, fele Árpád. Ő többek között, hát van egy csodálatos toldi átköltése, amelyet hát közszolgálatilag csak jelentős füttyögéssel lehet leadni, de ő a különböző nemzeteket is megénekelte,
általában rendkívül tömör, tehát ő tulajdonképpen minden nemzetnek vagy országnak adta egy ilyen NES változatát, egy ilyen tüstént változatát, rendkívül találóan, hát én csak atyám idézeteiből emlékszem egyre kettőre, példán a kokáért, és itt általában megjelenik a népszokás, a folklór, a lelkület, és a fontosabb termékek. Azt mondja, hogy tenger ellen emel a hollandus falat, s röptébe b***a meg a lesózott halat. De van egy másik csodálatos költeménye is, de ugye bele van találva a holland néplélekbe, tehát tulajdonképpen a mű hossza az nem esztétikai kategória, tehát lehet három kötetes rossz regényt írni, és lehet két ilyen csodálatos sort is megalkotni. A másik, amire emlékszem, az úgy hangzik, hogy a svájcinak bliktri a hosszú alagút. Nem ismerjük ma már ezt a szót, hogy bliktri az ennyi, semmiség. A svájcinak bliktri a hosszú alagút, leányban szereti a széles valagút. Én úgy érzem, ez is egy rendkívül csodálatos. Na de most a munkatársaim előhörrentettek egy nagyon csak ideillő, ugye kérésemre kutakodtak, és ez tulajdonképpen az elmondottakhoz képest egy valóban teljesen szolid költemény. Lőwy Árpád az Atlanti-óceánnál. Lisszabonban május egy délutánján a Tahó nagy öblénél járdogálván lassanként eltűnt a város. És a bárkák, mint kicsin sirályok az alkonyt várják, hogy fáradt vitorlájukat bevonva révbe térjenek be nyugalomba. Bájos a kép. Alkonyi hangulat, sén sietek tengert érni, igyekezvén, hogy mire a nap hullámsírba térne, búcsúzzam tőle jókor odaérve. Egyszer csak én a tengernél valék, narancs, piros és bíbor lila az ég. A nap már félig lebukva a vízbe, a víztükör sugárszállal beszegve, én a mélység felett egy szikla peremén, szerelmesen legeltetem a tenger szépségét. S, éj csodás Európa, így kiáltva, belepeselek a nagy óceán. Köszönöm szépen, egy lefolyam. Rövid leszek, érthető okokból. Kedv, Holg, Köv, Fábr, Sán. Köszönöm szépen, nagyon kedvesek. Hát kedveseim, azért nehéz úgy rádiókabarit csinálni ezekben a napokban, hogy gondoljanak arra, hogy Máriás Béla barátom, akinek meghívásáért minden felelősséget magamra vállalok, és Bélával, mint régi avantgard huncutok, örömmel állapítottuk meg azt a jeges dermedést, amit produkciójuk kiváltott, de mondhatjuk azt, hogy talán inkább szokatlan, ugye? Nem szoktunk a rádió kabaréba ilyen huszás tikliket csinálni, de hát én gondoltam, hogy a fiatalság megnyerése céljából esetleg a kis cica ugrál az ágyon színű örökzöld, az esetleg érdekes lehet. Na most, amikor Béla mondta a kis bevezetőjében, hogy nem sokára a határon is fognak játszani, akkor már a nézőtéren egy ilyen lágy bizsergés indult el. Ugye hát mégiscsak nehéz úgy kabarit csinálni, hogy hát ezzel a menekültüggyel, vagy migránsokkal, vagy beszivárgókkal, vagy illegális határsértőkkel és kerítésvágókkal, ugye Szerbiában többen ráálltak a drótvágó ollók leasingelésére, gondolom én, vagy a flexre, vagy nem tudom. Hát mit tartsunk erről? A kedves jelenlévők mit gondolnak? Baj lesz ebből? Igen. Tehát van bennünk egy kis szorongás? Van. Két gyerek született az isteni tegnap, menet közben. Azért ez jó, hát azért mégiscsak.
mégiscsak gyerekek. Szóval bennem ilyen több minden munkál, ugye, nyilván én is szorongok, mint önök, ugye, tehát, hogy a bazilika tornyából majd egyszer csak egy műezin fog kihajolni, és hát ez nem biztos, hogy cél, ugye, de egyúttal Ferenc pápára is hajazok, aki hát mégiscsak azt mondja, hogy azért hát el kell őket látni. Természetesen, amikor a szalámi zsömlét odavágják az önkéntesek fejéhez, ugye, azzal azért nehéz mit kezdeni, meg van úgy, hogy a vizet is, meg egyéb, ugye, ami feltűnt nekem, hogy itt senkinek nincs csomagja. Tehát ilyen kis nejlon szatyorral jön a krapek. Most nem ellenük akarok beszélni, csak, és ellenük nem beszélek se pró, tehát jön, ja, senkinek nincs útlevele. Hát 56-ban, amikor néhány magyar migráns dobbantott, mintegy 250 ezer magával, hát azért legalább személyük volt, könyörgöm, vagy a nevüket meg tudták mondani, ugye? És hát mi is ücsörögtünk ott Transzkirchenbe, ami még egy ilyen Ferenc Joska által épített menekültábor, ugye, ahol most Delik Szír barátaink égliznek. Hát csodálom egyébként, hogy még Orsósék nem álltak be a szírek közé, mert gyakorlatilag azért úgy látom, az ellátmány egy kicsikét jobb, ugye? Tehát itt a napi összeget kiszámolták, de most senki ellen nem akarok beszélni, ugye? Hát az a kicsit több, mint amit közmunkával össze lehet szedni, és hát várom, hogy megjelenik a Metal Brigád, és hát egy kicsit ezt a kerítést esetleg összegöngyöli, amit ugye nehéz munkával állítottak fel, ugye? Mert hát a fém az végül is, hát az mégiscsak az ő szakmájuk. Egy rendkívüli szomorúság vett rajtuk erőt, mikor jött a Putyin, és még a csatornafedőket is leheggeztették. Úgyhogy, ha hívom a ombudsmant, ez kirekesztés. Gyakorlatilag, tehát nincs papírjuk, ilyen kis szatyorjuk van, de van, akinek még hátizsákja sincs, ugye? És ezek úgy jönnek már több száz kilométer után, mintha én lemegyek a Zöld és Másba. Isteni volt, mentem le a Zöld és Másban, megáll egy akkora BMW, amelyik Moszkvába végzett, tehát egy ilyen BMW 800-as, hát kiszáll belőle egy ilyen kétmázsás testvérem, és ha Sándorkám, ölellek, csókollak, köszöntelek, ugye nekem már nagy rutinom van, tehát roma testvéreimnél, akiket nyugodtan cigányoknak is nevezhetünk, ettől még nincs baj, a hozzáállás a lényeg, ugye, egy kis megélhetőség. Ugye ott a testbeszéd egy picit intenzívebb, tehát ők rögtön szájcsók, jobb esetben pici zacsi emeléssel összekötve, úgyhogy én rendkívül rutinnal így kifordulok, és akkor egy ilyen valamilyen nyaki ölelés, ugye, és csípőből pedig fordítom el a bugyimat ellenkező irányba a benne lévő szolgálati oldalfegyverrel együtt. Azt mondja, ha Sándorkám, ez csodálatos, amit te itt a műsoraidba produkálsz, a tőled megszokott magas művészi és sportszakmai színvonalon, különben csoki vagyok. Hát mondom, látom. Azt mondja, megtennél nekem egy szívességet? Különben én is itt lakok. Hát akkor már úgy empatikusabban fordultam a szívesség felé, mert hát Pintér Sándor nem fog megvédeni, ha esetleg Csoki és társai egy kicsit bezizzennek. Azt mondja, hát Sándorkám, csak annyit csináljál, hogy mondjad be a műsorodba, hogy szeretem a Csokit. Úgyhogy én ezt meg is tettem. Kezeket a paplan fölé, éljenek a csajok, szeretem a Csokit, ez úgy elhussan. Csokit azóta nem találom, hát véletlenül hosszabb edzőtáborban van. Vagy ahogy mondják, ugye biztos helyen voltam Fábri úr. Napi háromszori ingyenes étkezés, ingyen fegyveres őrség, csodálatos hely. Úgyhogy hát lehet, hogy itt a kerítésügyben a fémbrigád is esetleg eszmélkedik. Meg a másik, ez egy ilyen kicsit komolyabb dolog, hogy azt azért barátainknak nem lehetett volna, én most gondolkozom, hogy a következőbe lemegyek, jó példával járok elő, én Leányfalon is szedtem 6 évig a szemetet, és hülyének néztek. Az egyik hozzáállás, hogy nagyon művész, hogy a játszal értett, hogy most tőle játsz, hogy Teréz agyának a bonszáj változatát, érted? Aztán szedít a szemetet, mert már jó dolgában nem tudja, mit csináljon. Ez volt az egyik, hogy azért szírbarátaim tatara, ugye hát elég sok időt ott várakoztak. Tehát azért ráértek volna, hogy már édes, aranyos, drága testvéreim, hát mielőtt leteszitek az imaszőnyeget, nem tűnt fel, én senkinél nem láttam imaszőnyeget.
Láttatok imádkozókat? Én egyet sem. Hát azért elmész bármelyik arab országba, hát akkor ott megáll a forgalom délelőtt 11-kor. Zárójelben, hogy ez kulturálisan is egy milyen bonyolult dolog, ugye? Hát ezeket az országokat végül is mi európaiak hoztuk létre, ugye ezek annak idején az Oszmán Birodalomnak voltak a részei, aztán lettek ilyen angol és francia gyarmatok, de finoman jelezném, hogy Damaszkusz fővárosában az Omájád mecsetben található kinek a feje? A Vágó Pistára veszem a figurát. Keresztelő Szent Jánosnak a feje. Ugye keresztelő Szent János, aki szerepel a Koránban. Szóval nem olyan egyszerű ezekben a kérdésekben ugye állást foglalni, de minden esetre, hogy most már vannak migráns bébik, az nekem úgy tetszett. Hát azzal is többen vagyunk. Hát ez a Merkel asszony azért, hát hogy mondjam, én ne akarom bántani, de hát az utóbbi hetekben azért egy elég szolid agybútorozottságról tett adóbizottságról. Érted? Azt mondta, minden szírt befogadunk, ez olyan, mint egy kutat megszippantasz. Érted? Tehát akkor jön a talajvíz, és amikor rájöttek, hogy ez egy kicsit sok, akkor mondták, hogy Atomkraft nein danke. Ugye? Hát azért ez egy érdekes dolog, és most már mindenki zárja a határt, mint a hétszentség. Hát szóval nehéz itt jól hozzáállni a dologhoz. Hozzátéve, hogy én tulajdonképpen egész kamaszkoromban semmi más nem akartam lenni, csak migráns. Bátyám is migráns volt, 56-ban ment el, nem egyedül 250 ezred magával. Indulás előtt apám megkérdezte tőle, bátyám 4 évig járt angolra, fölvette a pénzt, de apám nem ellenőrizte, hát ő a Gentleman's Agreement-ből indult ki, hát biztos tanul a gyerek. Indulás előtt, mikor bátyám bejelentette, hogy ő áttenné székhelyét nálunk szerencsésebb történelmi fejlődésű országokba, ugye ezt pont november 20-án jelentette, utána a 3. születésnapomon felrejtett, ennek nyomai állítólag a mai napig lát, egy függőlegesen, tehát te olyan, gyerek mindent kibír. Nincs olyan édesanyja, aki még a gyereket lejtette volna be a fürdőkádba. De engem így perfektív, puff, és így megálltam így a parkettán, mint a 3 szilver akrobata csoport frontembere. És mondta, hogy ő menne, és apám megkérdezte, hogy mit jelent az, hogy yesterday? Nem tudta. Mit jelent az, hogy today? Nem tudta. Mit jelent az, hogy tomorrow? Nem tudta. Mire apám azt mondta, hogy édesfiam, homályosan látom érvényesülésedet a nyugati világban. Ide tapsot is tehetünk, szerintem. Úgyhogy ő ugyanis felszedte az angol órapénzt, és helyette pingpongozni járt. Amiben egyébként jó eredményeket ért el, de hát most nem akarok teljesen mértékben kinyitni a családi archívumot, csak hát gondoltam, hogy hát ezekről a migránsokról is, vagy menekültekről, vagy illegális szírekről, vagy legális szírekről, de most már kinyílt a csipájuk, szóval Németország se frankó. Én mennék Svédországba inkább, az még jó, tele beszélik a fejüket mindenfélével. Na mindegy. Más! Elhangzott ugyebár, hogy Márjás Béla barátom egy csodálatos kiállítással rukkolt elő, Ördögöt a falra címmel, amelyben különböző híres festők stílusába festett meg nagy, csodálatos és általam tisztelt bűnözőket. Hát gondoljunk a Keresztapa című filmre. Hát amikor a Marlon Brando meghal, hát az olyan katartikus, mint hogyha Aljosa Karamazov halna meg a Karamazov testvérekbe, ugye? Mert látjuk, hogy vége van egy jó világnak. Hiszen a maffia szabályai azok áttekinthetőek. Ha fecseksz, a halakkal alszol, ha nem szeretünk, egy lófejjel ébredsz. Csak rendesen végig kell hajtani a parancsokat, és akkor az ég egyadt a világon semmi baj nem lesz. Na most ugye régi teóriám, hogy egy ország fejlettsége erősen összefügg a bűnözés fejlettsége. Ugye tehát arra fele barátaim, hogy az ATM automatára rádobjuk a lótkötelet, kirántjuk egy ifával, majd otthon se tudjuk kinyitni. Hát ez szomorkás. Szomorkás, tehát azt kell mondjam, hogy a civil társadalom kibontakozását homályosan látom. Ugye egy fénylő csillagon van, amit népszerű és nagyszerű műsoromban 2-szer is vendégül láthattam, Repülős Gizinét. Hát ha valakire igaz, a József Attilai csodálatos sor, dolgozni csak pontosan, szépen,
84 évesen még kiszökött az öreg otthonból, és átment Burgenlandba egy-két aranyláncot megtalálni a szekreter fiókba, és mikor kérdezték, hogy mit csinál, mondta, hogy albérletet keres. Hát nem, mondjuk ez nem sikerült annyira, mint amikor Dörfinger Dodi barátomnak a felesége talált egy bibidót a párna alatt, és kérdezte, hogy ez kié, mondta Dodi, hogy az anyámé. Tehát ez nem volt azért teljes mértékben hiteles, de szóval tényleg azt a következetességet, azt a slágfertigséget, ahogy 60 éve, talán több is ugye végzi Gizi néni a munkáját. Csodálatos szakember, legyünk rá büszkék, és én a magam részéről Hungarikummá avatását, az feltétlenül kezdeményezni fogom. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok! A vicc az, hogy eredeti szakmámat tekintve valóban tanár volnék, német-magyar szakos tanár, ugyan nem nagyon tudtam beilleszkedni az akkori iskolarendszerbe. A gyerekek szerettek, piros volt is iszad, azt még nem ismerte fölemelni, rudramászni természetesen nem tudott, így bőrhajnak nem tartozott a kedvencei közé, de odaállt, olyan kis feszült rajta úgy a tornanadrág, meg úgy igyekezett olyan rendben, állóan elnézést kért, közben kerületi sakversenyeket nyert rejtélyes módon, és nem akarta bőrhajt felhergelni, és akkor mint egy koala maci, így megölelte a rudat, hogy hát, és így az egyik lábát úgy egy picit úgy beakasztotta, hogy hát ő is mutassa, hogy hát tanár úr, megteszek én, amit lehet, de többet nem tudok. Köszönöm szépen! Kérem szépen, olyan dolog történt velem, ahogy a költő mondja, a mindenséget vágyom versbe venni, ám magamnál tovább még nem jutottam. Szóval sajnos, ahogy van a hülye mondás, ami nem is hülye, hogy mindenki magából indul ki, hát én abból tudok kiindulni, ami velem történik. Hát kérem szépen, megpróbálom nem túl barokkizálni, bár ez a bakancs sztori, amit hát egészen röviden és sallangmentesen fogok előadni, számtalan irányba kínál támadási lehetőséget. Mi történt velem? What happened with Alex? Sto slučilos s Alexandrom. Ebben azt hiszem van két hiba, tehát már, de marha jó, hogy ezt elmondtam, és már hallom az orosz tanárnő magját. Egyes! Na mindegy, szóval vannak ilyen traumatikus rémálmok, ugye hát ki ne álmodna gyakorta mondjuk matek érettségéről, nem? Hát vannak ilyen rettenetes múmusok. Következő történt, hát tényleg megpróbálom összefoglalni. Azt látták, hogy egy kicsit bicegek, ugye? Csak ezt most nem divat, nem szabad ilyet mondani, hogy valaki rondán sántít, hanem ezt politikailag korrekten úgy kell mondani, hogy járását illetően kihívásokkal küszködik, jó? Ugye? Tehát in walking challenge, ugye? Elmentem a dokihoz, megnézte, azt mondta, tökéletesek a leletek, mondom dokikám, hogy apró probléma van, hogy beszarok a fájdalomtól. Egy, kettő, nem tudok járni. Tehát ezen a pici problémán dolgozunk, nem ez a lényeg. Doki feltette a furmányos keresztkérdést. Van-e luttabb betétje? Hát mondom, hogy ne lenne. És elővettem egy 15 évvel ezelőtt prémium kategóriának számító luttabetétet, amitől ő olyan röhögő görcsöt kapott, hogy leverte a stetoszkópot. Mondta, hát ember, ezt évente kell csináltatni. Na, itt jelenik meg műsoromban az egészségügyi felvilágosítás. Na, mindenhez gondoltam, hogy próbálok a térdem állapotán javítandó bakkancsban járni, ugye, két kával. Hova mész Rikkendre két kával? Hát nem is a feleségemmel. Na zárójel bezárva, ez csak a fiatalok kedvéért, ugye tetszett ismerni? Hát ezt a 60-as, 70-es években ezt mindenki ismerte, csak ez jutott arról eszedbe, hogy bakkancs két kával. Na kérem szépen, elővettem a túraszekrény, van egy külön túraszekrényem, elővettem bakancsomat, ami mitörés tagadás, évek óta nem volt a lábamon, mert van egy nyári ilyen könnyebb bakancsom, de most gondoltam, hogy fogjuk meg azt a bokát, hozzuk rendbe a statikát, hát ha javuljon az a térd,
levettem, betettem prémium bluttabb betétemet, úgy befűztem, hogy vérserkedt itt a bakacsnak a végénél, ugye? Gyerekkoromban, hogy szégyeltem, hogy magasztárú cipőbe kell járni, meg ilyen lúttabb tornára, ilyen mackójára, mint a hülye gyerekek. Közben már egész jól úsztam, már versenyeztem, csak éppen lúttalpas hülye gyerek voltam. Na mindegy, hát szóval vannak ilyen traumák. Nincs lúttalpa. Jó, jó, hát ez, bocsánat, most már így kézre áll, hogy neked sincs? Az látszik is, nagyon jó, örülök neki. Na jó, hát a többieket most így nem vizsgáljuk, de lúttalp ügyben is tudnék rendelni. Már önmagában, hogy milyen lúttalpat rendelj, hát az is rettenetes. Tehát régen egy volt az STK-ban, 1 kg 20 dek a fémből, és amikor először egy csajnál kiborult, akkor hát nem a fél hat, a Ground Zero helyzet állt elő, mert az még a fél homályban is így csillogott. Tehát olyan volt, mint egy ilyen vipla fogsor. Tehát gyakorlatilag a csajnak nyugodtan lehetett az a benyomás, hogy egy rokkanttal próbál itt valami helyzetet létrehozni. Mindegy, kedveseim, én már elfogadom ezt. Én már elfogadom ezt. Én két kis mikroközösségnek is a tagja vagyok, az egyik a Ducik. Ugye a legnagyobb szemétség, hogy az egyik dokim, az ilyen 70 éves, falat mászik, fit, ilyen, mint a Bél. Mondom, doki, én nem azért vagyok itt, mert nincs probléma. Gondolja, hogy nem tudom, hogy kövér vagyok? Én nem azért jövök ide, gyógyulni jövök ide, ezeket a megjegyzéseket én megkapom otthon. Hát én itt felüdülni szeretnék, zárójel. Tehát én tagja vagyok a Ducik sors közösségének, tehát cipőbekötés előtt levegőt kifújni. Ez a hatalmas nagy titok. Az első bakacs befűzés után picit ledőlni, nem sokat. Nem sokat, csak hogy épp az alapkeringés helyreálljon. Majd dinamikusan erőt gyűjtünk a másik befűzésére. Nőm azt szeretné, ha kint a hidegbe venné fel a bakancsomat, mert hogy az mindig sárosna, mondtam, ezt azért nem. Tehát azért nekünk is vannak jogaink, és nekünk is vannak elvárásaink, azért, mert mi rokik vagyunk. Ez a második célcsoport, aminek tagja vagyok, tehát próbálok teljes életet élni, így meleg vízbe ülve ismerkedni, meg nem tudom, tehát ilyenek, amikor nem látják, hogy nem tudok járni. Holott ez egy csajnak megnyugtható is lehetne, mert garantáltan nem veszem üldözőbe, mint valami gyógyvízi szatír, vagy én nem tudom, mit mondom. Na, zárójel bezárva, és ezen belül van még egy kis közösség, a térdeseké. Tehát most én már azért erősen lecsúszóba vagyok az egészségügyről, a sorstársakkal konzultálunk. Tehát mi a jó porcépítő, mi a jó gyulladás csökkentő, flektor tapasz, széria szinten. Hű, még tudok egy lábon állni. Igen, itt van. Itt van ez a híres flektor tapasz. De most már elolvastam az utasítást, ez csak 8 órára, ez csak 8 órára, jó? Tulajdonképpen ugye van nekem egy híres nagy blokkom, amit mindig ígérek, ez az utazás a tököm körül, amikor 9 urológussal dolgoztam. Tehát én nem second opinion-t kértem, ami az orvosoknál most már megengedhető, hanem third, eight, nine, ez kimondhatatlan és erősen köpködös. És akkor mindig annál az urológusnál, akinél voltam, feljelentettem a másik 8-at. Tehát mondom, Benedek adjunktus úrnak lágyabb a keze, és a többi. Na most hasonlóan kezdem én ezt a térdügyemet intézni, és ma beszéltem meg Palival, a tegnapi doki azt mondta, Amerikában ránéznek, és már rád is van szögelve a térprotézis. Tehát nem szaroznak, hogy majd a véredet visszarakjuk, meg izotoppal kiírtjuk a nyálkahártyát, ilyeneket mondanak. Mondom, hát a csonthártyát csak adta valamiért, a jó Isten, össze neked az már nem kell. Érted? És akkor olyan jó hangulatban mész haza, érted, hogy kapsz egy kis izotopot, amiről azért sejted, hogy ahogy a rákos sejteket bombázzák, hát azért szétbombáznak egy csomó jót is. Lásd, Szíriában se csak az ISIS hal meg, ugye, amit látjuk, ugye a bombázás az kicsit ilyen rusztikus műfaj, meg közben félnek oda menni, hogy face to face, en face, ugye. Ez egy híres történet, csak zárójelben ide fűzöm, és alig nyitok ki már ablakokat, ígérem. Amikor az 56-os tárgyaláson mondták a Darvas Ivánnak, hogy Darvas, szembesíteni fogjuk. És a Darvas visszakérdezett az ő franciás műveltségével, hogy en face, ugye.
Mire mondta a darvas, ne sértegesse a bíróságot, mars ki, ne beszéljed itt disznóságokat. Tehát alfasz beziehungsweise szemtől szembe. Na, zárójel bezárva, de tulajdonképpen a bak... Ja igen, tudom, igen, be kell még ezt fejezni. Igen, ma beszéltem valakivel, az öccse kapott egy ilyen titánium protézist. Régen, ha bármilyen platina vagy titánium volt benned, nem kaptál nyugati útlevelet, mert ez államvagyon. És már kicsit már a színuszod lapult, a boncmester már csettinted, hogy még le se érsz, ezt ő már belőled ki fogja kapni és eladni, meg valamit berakni az államnak, ugye? Hát szóval érdekes dolog, drága Badársanyi barátommal van ez, akit történetesen egy haragos a fejbe vágott egy baltával, együtt lovaztak, ugye ő pódi lovazott, és hát magyar színésszel azért ez még nem történt, hogy anfasz egy baltát így a fejébe belevágtak volna tisztelettel, úgyhogy ott van egy kis platina pótlás, és elég sokat repültünk együtt, ott az az ajtó, aminek nyílni kéne, becsukódik, aminek csukódni kéne, az kinyílik. És plusz hát van egy ilyen nagyon sajátos general terrorist, Exotic Brad Pitt az kifejezése, tehát mi mindenhol mentünk a Fakóba, minden repülőtéren, tehát nem tudtunk olyan országba venni, ahol Sanyit a megalázóba kire tolták volna, plusz ez a sok kis apró technical trouble, ugye, ami van vele. Azért is befejezem, amire gyakran nincs példa, de mentségemül mondom, hogy Jókai Mór van úgy, hogy egy regényben 50 szereplőt elveszít. Tehát 100-an elindulnak, és 30-ról semmit nem tudni, 20-an nem érkeznek be Kufsteinbe. Isten ne vegye bűnemül, nem kívánom magam Jókai Mórhoz mérni, aki hát egy zseni volt, de hát szóval vannak ilyen slaposságok. Na most konkrétan ennek a vége az lenne, de drága, hogy mutogat, pedagógiai hajlamú. Igen, én is tanár vagyok, hála Istennek, átismételjük a törzsanyagot. Summa summarum, a lényeg. Kapott az öccse, ugye, tehát az azt jelenti, hogy van itt egy kis titán a térded végén, ott lent egy kis titán és egy ilyen fain csapágy. Érted, néha meg kell olajozni, de hát mindegy, minket is meg kell olajozni, tök mindegy. Mondom, hány kiló az öcsél, azt mondja, szaladgál az öccse. Most voltak a Szentföldön fölmászott Masszadára, minden isteni megerősítéssel halljad, Izrael, minden teljes faszaság. Hány kiló az öccse? 160, csáó. Mert ugye a dokiknak az első, hogy mindent megtiltani. Hogy ne érezd jól magad, hogy fogy le, akkor majd csodák fognak történni, csak szarul élsz. Na, zárójel bezárva, de mondjuk kéne egy kicsit fogyni. Na most akkor haladunk a bakkancs irányába. Na a lényeg, hogy ezt a bakkancsot, ezt Frey Tamástól kaptam, és ami mögötte van. Ment így sétált a tévében ilyen gazdag emberekkel, és mindig az öltönyét így végignézte, így hellója. Szalúgy. Na, zárójel bezárva, évekig nem használtam ezt a bakancsot, lesz tanúsága is a történetnek. Fickósan elindultam, kiszállok Balatonfüreden, egyet lépek, majd még egyet, és azt hittem, hogy fatamorganikus jelenség cicáz velem, vagy legalábbis egy déli báb áldozata vagyok. A kettő darab talp az aszfalton hevert. Pontosan abban a pozícióban, ahogy én ott hagytam őtet. Lépek tovább, hát az úgy nézett ki, hogy mezítláb megyek. Gyakorlatilag. Tehát maradt egy ilyen vászon grádli, úgyhogy az aszfaltnak minden bütykét éreztem, és most már egy kicsit hüvönyésebb az idő, tehát így dinamikusan lépdeltem. Annyira megalázó volt a helyzet. Ezt csak ahhoz tudnám hasonlítani, mikor tavaly kilukat alattam az öntött vas fürdőkád. Amit én egy életre vettem, apám. Egy életre vettem. S mondja nő, miért nem telik ez a fürdők? Hát van, issuk meg jobban a csapot. Bejön azt, mondja, nem lyukas ez? Mondom, ez 150 kiló. Hát négyen hoztuk be tért kalácsunkat verdeső herezacskókkal 40 fokos kánikulába.
Hát az kizárt, hogy ez kiukadjon. Hát hogy mondhatsz ilyen csacskaságokat? Darab ideig még fütyűréztem, egy 100 liter vizet biztos elengedtem, de hála Istennek földszinten lakunk, ennek vagyis hát szóval az elment az anyaföldbe, vagy a nem tudom hova, a Rossembe, oda nézek, és hát azt a buta tésztafejű paraszt arcot, amit én akkor vághattam, az egészen megdöbbentő, így át volt rozsdásodva. Körtelefon, gazdabolt. Olyan gazdaboltunk van, ember, hogy ott a Részgálisztól a Láncig, a Völ, mindent lehet kapni. Négyféle parafadugót kínáltak. A parafadugót sziló ágyba ültettem, mint régebben farkunkat bonyolultabb műtétek után kamesztenkenőcsbe, összekötve bőhugyozással, ahogy drága apám mondta. Körbe szilóztam a lyukat is, bum, bevertem a dugót, ez volt kislányom legnagyobb öröme és boldogsága, egy évig megelégedésre még használtuk, mire megérkezett a prémium kád, tehát ennyi idő alatt sikerült, tehát 2015-ben, plusz szemétkednek, és azt mondják, hogy 423 ezer forintus száfa. Tehát most egy hasszámot mondtam, de szóval őrület. A meglepetéseknél tartottunk. Nem nagy öröm egy férfi ember életében, hogy egy életre vásárolt öntött vaskádját megalázottan ki kell vinni, és akkor még mit csinálsz vele? Akkor még az elszállítás ott van, nézd rád, szemrehányóan az a dög. Ugye? Az életed egy apró csődje. Most annyira lehervadtam ettől a talpügytől, először körülnéztem, hogy ugye, mert 10 000 forintért lefényképeznek, és már rajtad röhög boldog-boldogtalan, tegyük hozzá joggal. Annyira frusztrált ez a levált talp, hogy visszaültem az autóba, és elmentem. Mondom, de hogy megyünk haza? Mert lett volna ügyintézni valóm, ami kiszállást igényel. Kivételesen nem hoztam cipőt, bár ugye híres vagyok arról, hogy még most öreg koromra is gyakorlatilag már teljesen értelmetlenül van egy úgynevezett vándorszerelmi táskám, amiben SSR gatya, mit tudom én, ha külső munka akad, vagy ahogy Dörfliger Dodi írta ki annak idén az íróasztalára, hogy ügyfélnél vagyok, mert ő rájött arra, hogy nappal nem kell a munkahelyen tartózkodni, 8-kor kell blokkolni és 5-kor. Tehát legalábbis ez egy olyan munkahely volt. Na, zárójel bezárva. Há, mondom, hát itt van egy kínai áruház. Tű. Hát én a kínai áruházak lelkes látogatója, preferálója vagyok. Törzsvásárló vagyok a taponcai Golden Dragonban, ahol vettem egy olyan pizsamát, ami reggelre rám szorult. Tehát a verejtékemtől, mert félelemből kicsit befűtöttünk, a verejtékemtől úgy összement, hogy flexel kellett levágni, és ugyanilyen zoknik, de az a jó, hogy ezeket egyszer veszem fel, az van ráírva, hogy 100% fashion. 100% divat, akkor veszek ebből 100-at, és akkor dobálom őket, mint Csekonics, mert gyakorlatilag nem, hogy a mosás nem bírná ki, már a levétel után a mosógépig való elvászorgás se nagyon. Na, beszaladok a füredi kínai áruházba, és hát rögtön jó kedvem lett. Mondom, adjál nekem olcsó cipő, gyorsan akciósan, Sanyi vagyok a tévéből, adjál nekem jó árat, légy szíves, jó olcsó, bakant szép cipőt, adjál nekem 100%-os műanyagból, hogy legyen valami illata is, és egy kicsit szikrázzon is. Na, hát kiderült, hogy amit tetszene, abból méret nincs, abból méret van, az nem tetszik. Úgyhogy vettem egy most divatos, nem jó nekem, mert lapos, egy ilyen nyerszínű bakancsot, kis enyhe bundabéléssel, ami megint csak nem vezet jóra, de most ebben nem akarok belevenni, bundabélés, és mondom, csinálj nekem jó árat, ember! És elfelejtettem, ugye, hogy ő már olyan régen migrált ide, hogy olyan lett, mint mi. Barátságtalan. Nem mosolyog, durva, alkuról szó nem lehetett. Én, aki a pekingi bazárba, ahogy elhangzott az ár, azonnal
torkelvágás, földre estem, majd futni kezdtem, 35 eladó jött utánam, hogy jobb belátásra térítsen, és egy kellemes töredék árért végül is meg tudtam venni, $1 vettem olyan sejem nyakkendőt, ami elől Versace, hátul Hugo Boss. Tehát van itt éppen minden. Zárójelbe kitervezte az SS fekete egyenruháját? Hugo Boss. És kitervezte a Wehrmachtét? Hugo Boss. Ugye? There are always people who are on the good side of the lollipop, ugye? Tehát vannak, akik a nyalók a jó végén vannak mindig, úgyhogy kedves fiatal manager típusú hallgatóik, barátaik, hát ennek jegyében hordigáljatok ti Hugo Boss öltönyet. Köszönöm szépen, ennyi lett volna mára így egészen röviden. Köszönöm. Jó estét kívánok! A vicc az, hogy eredeti szakmámat tekintve valóban tanár volnék, német-magyar szakos tanár, ugyan nem nagyon tudtam beilleszkedni az akkori iskolarendszerbe. A gyerekek szerettek, de a tanáriban hát valószínűleg nem nagy megértésre találtam volna. Na hát kérem szépen, én most ebben a jelenlegi helyzetben nem nagyon tudok állást foglalni. Annyit azért mondanék, hogy kockásing nincs. Miért nincs? Mert négyzetrácsos ing van, ugye? Minket mind gyötörtek, hogy az nem kockás füzet, hanem az négyzetrácsos füzet, ugye? Amint rövidújú ing sincsen, hiszen az ujjunk az ez, a karunk pedig ez. Tehát az tulajdonképpen rövid karú ing, és tele vagyunk ilyen hülyeségekkel, amelyeket, ugye, egy kis tapsot nyugodtan tehetünk is, ugye? Tehát, hogy tele vagyunk ilyen felületesen használt fogalmakkal. Volt a híres mondás, ugye, hogy non scholae sed vitae discimus, ugye? Tehát nem az iskolának, az életnek tanulunk. És ma reggel zuhanyozás közben az jutott az eszembe, és ebben lehet, hogy nincs igazam. De az én tapasztalataim ezt igazolják, hogy nem az iskolától, az élettől tanulunk. Tulajdonképpen az iskola az egy mátrix, az egy fedőszerv, hogy összejöjjünk a későbbi barátainkkal, összejöjjünk a barátaink barátaival, összejöjjünk a barátaink szüleivel. Ugye hozzá kell tenni, hogy főleg ugye, ami a történelmet illeti, hát azért a 60-as években, vagy a 70-es évek elején nem egészen azt tanultuk, ugye, mint ahogy ez ugye a valóságban lezajlott. Na kérem szépen, hogy mondjak egy egyszerű példát. Volt egy osztálytársunk, akinek az apukája munkásőr volt. Hát ez is lényeges. Hozzánk nem nagyon jártak munkásőrök. Miért? Miért nem? Nem voltak munkásőr ismerőseink. Matematikai értelemben tudjuk, kik voltak a munkásőrök. Azok olyan munkások voltak, akik a többi munkást védték saját maguk ellen, hogy nehogy megint 2 kilós kenyérrel a hónuk alatt visszalőjenek az oroszoknak. Ugye? Hát nem örvendett ez túlzott népszerűségnek. Na elég az hozzá, hogy ez egy szellemes ember volt, Sándor bácsi, aki a ház lakóit a maga sajátos módján elnevezte. Tehát a másodikon lakott például egy asszonyka, akinek a férje kamionos volt, ami akkor egy nagyon irigyelt dolog volt, sokat járt külföldre, hozott ezt, azt, seftelt, de amíg nem volt otthon, hát addig az asszonykát többen is látogatták, nem teljesen önzetlenül, és őt Sándor bácsi úgy hívta, hogy a szarvassá változott fiú. Na most gondolják meg, hogy ebben az egy mondatban micsoda ismeret halmaz jelenik meg. Megjelenik a felszarvazni, ugye? Akkor rögtön kicsit a mitológiára rágyúrtunk, ugye? Csodaszarvas, ménrót, és a többi, és a többi. Ugye annyira nem mindegy, hogy hogyan tanítunk. Ő a ház egyéb lakóit is elnevezte. Volt például a harmadikon egy szintén munkássör kolléga, és érdekes ez az önirónia a részéről, őt úgy hívta, hogy a szürke állomány. Ez óriási dolog volt, mert ő tulajdonképpen átugrotta a saját árnyékát, lehet, hogy csak ilyen kényszer munkássör volt, vagy belülről bomlasztotta a munkássörséget, ezt nem lehet pontosan tudni, de ez is nem túl frappás volt, és akkor a harmadikon lakott Finta bácsi, őt úgy hívta, hogy Ámor. Mert ő meg nyilas volt. Na most lehet tapsolni, köszönjük szépen. Na elég az hozzá, csak azt akarom mondani,
hogy Sándor bácsival eltöltöttünk egy negyed órát, és már benne voltunk a történelem legközepibe. Mert akkor elmondta, kik voltak azok a nyilasok, elmondta a házba, kik voltak még nyilasok. Szóval nagyon szépen tájékozottunk ugye ebben a tárgyban is. Na, hát visszatérve a szürke állományhoz, ugye egy retteltes élményem volt, amikor hetedikbe tanultuk az agyat. És az agynak az egyik része a szürke állomány, és bejött Vera néni. Hát nem részletezném, óra alatt spanglizott, kinyitotta az ablakot, oda spanglizott, ki erreket hangja volt, sárga krepköpenye volt, az kibontotta, és alatta akkora légzsákok tartózkodtak, amekkorát én Dolly Buster felbukkanásáig nem is láttam, akinek ismeretesen le kellett venni a melléből. Na, zárójelben ugye hála a Cheshire tradíciónak, annak idején ugye a szoptatós édesanyáknak Magyarországon is adtak nektársört, ugye, mert a malátának, illetve a komlónak, hát a tejfakasztó tulajdonságai közismertek. Na, ismét egy kis ismeretet bele csippentettem, hogy ezt is tudják, ugye, drága apám mondta mindig, Csehországban mindenki vagy dada, vagy trombitás. Ennek a történelmi háttere, ezek a monarchiára visszanyúló információk, hogy az úri családok cseh szoptatós dadákat hívtak. Ugye, akik hozták a saját gyereküket, és még azt a két-három ilyen sápat hülye gyereket is elszoptatták, akik voltak mondjuk egy ilyen arisztokrata, vagy fél arisztokrata családba. Egy, kettő, ugye, ahogy a cseh újhullámos filmekből ismerjük, ugye, hát alig van olyan régi cseh film, ahol valami kis részfúvózás ne lenne, az osztrák-magyar monarchiában az összes fúvós és fúvózenekar, azok mind csehek voltak. Egyébként a monarchia vezérlési nyelve, na, hogy megint egy ilyen kis ismeretet elmeséljek, az német volt, és azt tudjuk, hogy csak a magyar válaszol igekötővel. Hogy megértette? Meg. Mondta az őrmester Verstanden, és akkor egy csoport az ott a fer. Ezek voltak, ugye, kis tapsot nyugodtan tehetünk, ugye, ezek voltak a magyarok. Na, kérem tisztelettel, hát Vera néni kigombolta a sárga krep köpenyét, és hát ott már a biológia óra teljesen egy irányba ment. A rettenetes tömlők, csak így tudok fogalmazni, ezeknek a melltartóipar nem tudott megfelelni, tehát a vékony válpánt révén Vera nénire iszonyú súly nehezedett, úgyhogy akkor ő kialakított egy ilyen kis gesztust, hogy egyet szippantott, majd egy rutinos mozdulattal egy picit így megemelte a melltartóját, akkor Mohikán, aki 17 éves volt, már nem is lett volna iskola köteles, róla gyakran szoktam mesélni, akkor ő már recsintett, és hogyha Vera néni felült a tanári asztalra, akkor mindenki. Tehát ez kell. Na most ugye egyáltalában miért van az, hogy én erre emlékszem rendkívül élesen, mintha ma történt volna, és az, hogy Bibécske, meg Porzó, meg találkoznak, meg nem tudom, hát arra valahogy ugye kevésbé. Tehát ez a lényeg, hogy a gyakorlat az mindig érdekesebb és elementárisabb. Az volt a jó a Karikás Frigyes, felsődösori Karikás Frigyes állami általános iskolába, hogy ez egy ilyen origóponton feküdt, mint Kuba. Tehát itt voltak ilyen Andrássy úti úri gyerekek, voltak Király utcai zsidófiúk, voltak görögök, voltak ilyen betelepített szuterénban lakó, ilyen házmester funkciókat viselő szülőkkel rendelkező didék. Hát volt olyan osztálytársam, aki Pest közepén tájszólásba beszélt. Hát szegényt, hogy mit röhögték. Rögtön megkérdeztük, hogy mi volt apád. Azt mondja, hát fődjei voltak, az mi volt? Hát volt még 20 tehén, 10 ló, azt mi volt, elvették. Azt mit csinál apa? Hát följött vízezetéket ásni. Na hát ez a történelem. Hát ezek az órán nem hangzottak el. Ugye? És akkor én udvaroltam Terének, aki balettozott, az is nagyon érdekes volt, járt a balettintézetbe, ami tőlünk nem volt messze, ugye Andrássy út ment a föld alattival, és a vitrínben volt egy ezüst cigarettatárca, ami szét volt lőve.
És azt úgy mindig megnéztük. És akkor mi volt? Hát akkor Donkanyarná volt a papa. Igen, rálőttek, ez mentette meg az életét. Ugye most már voltunk a munkásőrségnél, voltunk a szarvassá változott fiúnál, elmegyünk a Donkanyarba, megnézzük a kuláktalanítást, ugye. Hát ezek forintos élmények, amelyeket ugye mással helyettesíteni, vagy pótolni nem igen lehet. Aztán ugye az ember... Azzal is, hát ugye anyám például mindig szerette volna, ha nem Mohikánnal barátkozom, hanem Langeltár Gyurival, aki szintén csatos hajat visel, de ő nem járt ilyen rosszul, vagy érdekesen, vagy egzotikusan, vagy fogalmazunk úgy, hogy másként, szóval nem lett buzi. És, de vele operába kellett járni. Langeltár olyan stréber volt, hogy úgy írt, hogy minden betű alja egyenes volt, mert vonazó mellett írt. Langenthallal operába kellett járni, ilyen fehér térzoknival rettenetes volt, és ha fölmentünk, akkor Langenthall összerakta a villanyvasutat, ez nagy dolog volt, hogy volt villanyvasútja, de amiután azt összeraktad, az ment körbe-körbe. Hát ez 10 perc alatt ezt a témát feldolgoztok, míg Mohikán az apjától kapott írógépen sokszorosított erotikus novellákat. Hogy és akkor... Hú, hát bizonyos lapok már nem nyíltak, mert sokan olvasták, hogy így fogalmazzunk. Hát szóval el lehet dönteni, ugye ezek is tapasztalások. Szóval jó volt Langeltárral is, de egy fokkal jobb volt Mohikánnal. Akkor volt 6 gyerek, akiket úgy hívtak az intézetisek. Ők nem csak alkalmanként jártak mackó ruhába, bár én soha nem jártam, tehát azt mondta apám, hogy az azért mindennek az alja. Ugyanakkor volt olyan osztálytársunk, aki vasalt szürke pantalóba járt és fehér ingbe. Minden nap. Ezek az intézetisek, ezek mindig mackóba jártak, és Szlovák Feri epilepsziás volt. De nekünk ez egy olyan köznapi dolog volt, hogy... Ő néha így összeesett, akkor fogtuk a hátitáskát a feje alá tettük, benyomtuk a témona azóta a foga közé, és vártunk. Na most később azért tudtuk ezeket a rohamokat időzíteni, tehát én bonyolultabb dolgozatok alkalmával, azért Szlovák Feri bedobta magát, és akkor emlékszem, a Robi haverom odaszólt neki, hogy még egy kis nyálat, Szlovi. Még egy kis nyálat, hogy a... ...szomorkásan leng ügyevár alája. El kell mesélnem, hogy volt nekem egy osztálytársam még középiskolában, hát akinél nyugalmi állapotban nagyobb méretű, szomorú, alföldi, melankólikus, portverő, hárommarkos, eres-veres hús. Én még az életemben nem láttam, és hát Zsuzsikámnak is egy alkalommal erről úgy említést tettem. Na, a lényeg, valamilyen nyilvános helyen találkoztunk, és bemutatom, hogy itt a barátom XY Zsuzsi ránéz. Ó! Tehát a nők ugye nem felejtenek. Köszönöm szépen, ennyi lett volna mára így egészen röviden. Köszönöm szépen! Hát, hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, nyakunkon a nyár, és azt kell mondjam, hogy nyaralni az nem is olyan egyszerű. Nyaralni az tulajdonképpen egy súlyos felelősség. Nagyon sokak számára maga a pokol, a gyerekek 2 hónapig otthon vannak, vagy 1 hónapig, mi a fenét lehet velük csinálni. Na, hát én nem erről akarok beszélni, hanem ugye már, hát van egy kislányom, aki most már 4 éves múlt, és hát itt már nyaralási programról menthetetlenül gondoskodni kell. Tehát ez nem olyan egyszerű. Nyilván a koncepciók megoszlanak, én a rusztikusabb gyereknevelés híve vagyok. Hát az édesanyja az eléggé félti. Tehát mondjuk én a nyaralás csúcspontjának azt tartanám, hogyha Borika mesztelen lába ujja között egy kicsit úgy kitüremkedik a kakas szar. És akkor abba lehet hagyni a Google-it, és azt lehet neki mondani, hogy ez itt a kakas szar. Az ott a kakas, az a tarka, a másik a tyúk, ez itt a lucernás, ez itt az eperföld, az ott a cseresznyefa, nem internetes, ez az igazi.
meg lehet simítani, megy fakérge, kicsit kevésbé rücskös, ez itt, és ezeket mind be lehet neki mutatni. Na most ez nem olyan egyszerű, mert ma már egy rendes parasztudvar találni sem olyan könnyű. Ugye azt én régóta tudom, hogy a világ kezd kifordulni eresztékeiből, még Koskai Pista bácsi mondta, akinek az utolsó tehene volt Leányfalun, járni már nem tudott, de kaszálni még igen, mert a kaszára támaszkodott. És én ma is azt mondom, ha tudsz kaszálni, az jobb, mert ez a danilos szar, hát ez pusztulat. Hát ez olyan nehéz, hogy az valami őrület, tehát egy jó kaszával jól kaszálni, az nem rossz dolog, én valamennyire tudtam annak idején. Koskai bácsi mondta, azt mondja, Sanyika, tetves a csóvány. Az a család. A család, amivel ezelőtt permeteztünk. Hát mondom, ha már a tető megmássza a család, hát ahhoz képest, ami a parlamentben van, hát nem tudom. Szóval, nem? Úgyhogy azt be kell látnom, hogy azt a rusztikus tartást, amiben nekünk részünk volt, az már nem folytatott. Elmondom, hogy mik tökéletes nyári pillanatok. Az egyik 28-as biciklivel, ugye senki nem kapott nálunk kis biciklit. Kis bicikli orvosprofesszorok gyerekének volt. Mi meg kaptunk két pofont, ugye kabátból is akkorát kaptunk, hogy benne volt a válfa, ugye majd belenősz kicsi fiam, rögtön kaptunk egy 28-as biciklit, és a váz alatt dzsesszeltünk, ugye, és próbálkoztunk, szóval kis bicikliről nem volt szó, és hát természetesen használt biciklit kaptunk. A leges, legnagyobb csoda, vízesen feljönni a Dunáról, a fürdőszobában egy fehér Lévis farmert húzni magadra alsógatya nélkül, mezitláb leülni a verandára, ott a hideg kövön veszed fel az impulzusokat, és sóska levest enni. Vagy Szegeden a tiszaparti úszóházon azon a deszkán napozni, ami 80 éve napoznak. Nem adnak. Van egy ilyen buki. Szóval nem olyan bonyolult dolgok, de sajnos el kell ismernem, hogy a nap azért erősebb, mint az én időmben volt. Vagy én hajlok lefele. Nem, szóval, mert ha nekem már sok a nap, akkor ott már tényleg valami baj van. Mi június 8-án megérkeztünk Leányfalura, nagyanyám kiosztott személyenként egy darab egyes piros Danulon fürdőnadrágot, és egy darab megállapíthatatlan méretű vietnámi papucsot. Ebből kellett gazdálkodni szeptember 1-jéig. A gatyákkal az volt a probléma, hogy mi a férfiasságunk kidomborítása érdekében kis kavicsokat helyeztünk el benne, hogy egy kicsit így mondjuk fickósabbnak tűnjünk. Na most tekintettel arra, hogy hát volt valami kis vízvezeték a házba, de a fürdőkádba csak nagyanyám fürödhetett, és a fürdőszobában a WC-t is csak ő használhatta, mert az egész életünket belengte, hogy mi lesz, ha megtelik az emésztő. Amelyről már senki nem tudta, hogy hol van. Egy, kettő, az a szakszemélyzet, amelyik ennek a kicisztítására alkalmas volt, az már nem létezett, ugye, tehát iparos hiány volt. Úgyhogy volt egy hátsó, csodálatos, légydöngős, fáskamrával kombinált pottyantósunk, amelyet én bátorkodtam édesapámmal fehér nejlonig nyakkendőbe, mármint ő január 6-án vízkereszt napján, a nyeles maltermelő fándlival kilapátolni, ahhoz már atyám ásott a kert végében gyakorlatilag egy futóárkot, mert azt nem tudta, hogy az emberi produktum az komposztálásra meg trágyázásra tulajdonképpen nem annyira alkalmas, most tudtam meg, hogy a kutyaszar se. Én lelkesen dobáltam a kutyaszart a virágok alá, nem vették jó néven, azt nem szabad. Ugye vannak ilyen hülyeségek, hogy például a narancsot se szabad tenni a komposztba. Ilyen dolgok vannak. Tehát ebből következett, hogy mi a légdöngősben voltunk, általában újság, WC-papír sem volt. Most nem akarom eljátszani a Tomi a megfagyott gyermeket, csak mert boldog és csodálatos gyerekkorunk volt, amit senkivel nem cserélnék el. Csak jelzem a viszonyokra, hogy tulajdonképpen még az 1 forint 60 fillérért kapható klozettpapír megvásárlása is úri huncutságnak tűnt, és aztán a helyi paraszgyerekek rávezettek ugye a kukoricacső csodálatos tulajdonságaira. Nem is beszélve, én nem tudom. Komolyan mondom, már lapulevél sincs. Hát a mi időmben a klozet mellett is olyan lapulevelek voltak, hogy elmondhatatlan.
Azokat a hölgyeket, akik a lapulevél használatát nem tudják elsajátítani, azokat vizitúrára nem is visszük. Olcsón átmegyünk, művészkedünk Nyugat-Berlinben, majd ismét visszajövünk és olcsón megvacsorázunk. Ez soha nem sikerült, mert 10-kor már minden be volt zárva, de arról az NDK-ról beszélek, ahol az étteremben délben ebédszünetet tartottak. Tehát kint állt a tömeg és a pincérek kultúráltan fogyasztottak. Na most beszélek telefonon Wolfganggal, azt mondja, hogy Anyjénak, akit én még kislányként ismertem, de rövid felszámolással rájöttem, hogy hát Anyja éppen érdekes életkorban van. Tehát amikor már tulajdonképpen szinte minden lehetséges, és hogy Anyjénak van egy régi lakása, egy Altbau. Na hát ettől én nekem már virtuális erekcióm támadt, ugye. Átad a papa minket, Wartburg turisztjával kijött a repülőtérre, átad minket Anyjénak, és diszkréten le is lép. Jól alakulnak a dolgok, tehát nem kellett egy kényszeres beszélgetést folytatni a papával. Na hát ott álltunk a barátommal, hát felmerült a Kikit győz le című régi marxista problematika, mert azt kell mondjam, hogy hát Anyja nemhogy kibimbósodott, hát egyszerűen kivirult, kivirágzott, és hát egy rendkívül kívánatos fehér személy formájában jelentő meg. Na, kezdtünk toporászni a bérleménybe, megmutatták a kis hálószobát, francia ágy, ahol Attila barátommal majd töltjük az éjszakát, hát lelkünkbe kis rőzsedalokkal tekintettünk a jövő elé. A következő derült ki, hogy nincs fürdőszoba. Tehát konyha van, lehet még csapba brunyálni, de nagyobb, tehát mondjuk a Túró Rudinak a természet ajándékának egy intenzívebb lepolírozása, az már azért nem feltétlenül működik. Na azt mondja, hogy semmi baj, mert a kis Hannelorénak egy emelettel feljebb van fürdőszobája. Ó, hát mondom, én már a tokai száraz szomorodét előrántottam, mint a reprezentációs alap arany tartalékát, ugye hasonlóan, mint amit Amundsenék helyeztek el a déli sarkon odafelé menet, ugye, hogy legyen visszafele. Hát mondom, ha jön a kis Hannelore, mondták, hogy testnevelési főiskolára, hát mondom, ott olyan nagy baj nem lehet, ugye, csak azt kell mondani, hogy egészséges, ugye, amikor annak ide, hát mi valóban a német nyelvet szájból szájba lélegeztetéssel tanultuk, ugye, amikor Döfingen Dodi barátom 1968-ban az Amárgy autós kempingben reggel 8-kor lihegve feltépte a sátor cipzárját, és azt kérdezte, hogy gyerekek, mit jelent az, hogy Doheimál, ugye? De aztán meg is tanultunk németül, tehát nem volt ezzel baj. Megjelenik a kis Hannelore, hát minden rendben van, úgyhogy, ahogy a reklám mondja, nekem teljesen mindegy, hogy melyik kocsit nyerem. Valahova megpróbálunk rá cuppanni. Na, kicsit fogyasztottunk, lányok tekintetében már az a kis opálos fény megjelent. Na, kérdezem Attila barátomat, hogy ki megy zuhanyozni. Mondtam, nekem teljesen mindegy. Mondta Attila, akkor ő menne. Hát mondtam, pazar. És gondoltam, amíg ők Hannelorével fönt zuhanyoznak, addig én a kis Anyjét levarrom. Rusztikusabban buja kévágyam martalékává teszem. De azért ugye abban az időben még azért az intim spray nem érkezett meg, tehát gondoltam, hogy addig azért tájékozódásképpen ugye a külcsinnel nincs baj, de hát esetleg, ha a belbecs hibázik, ugye egy fakultatív alsó mintavétellel tájékozottam. Ebben a pillanatban föntről Hannelore bérleményéből stentori ordítás hangzik. Attila barátom megjelenik tök mesztelenül pamatokkal a testén. Hát a következő történt, én mondtam neki, hogy mondjon egy-két mondatot. Azért. Tehát úgy nem feltétlenül ráutalólag, csak úgy előkészítőleg. Na most kiderült, Attila nem tudott németül, a csaj nem tudott angolul, úgyhogy Attila már a zuhany előtt a nagy októberit a kezébe adta, amit a kis Hannelore 10 perc múlva boldogan megtett volna, de most egy kicsit korainak érezte, begörcsölt, lefékezett, és sikítva kirúgta Attilát, aki nemhogy nem ért révbe, ha szabad ilyen diszkréten fogalmaznom, de le se tudta öblíteni a happamatokat. Nekem már fel se merült, hogy ezek után felmenjek zuhanyozni. A kis Anyja megrettent és feltakart nőtársa mellé, ugye, sorstársak, ezért járnak a lányok mindig ketten pisilni, tehát úgy érezte, hogy most ugye a barátja menet a helye, úgyhogy hát ilyen csendes kandesszakban a francia ágyban álomba szenderültünk, ilyen finoman túrórudis állapotban.
Na most ezt csináltuk 3 napig, nem bírtuk a pajszert betenni a rendszerbe. Tehát bár Hannelorival már volt egy kis kibékülés, akkor anyja hátrát, na mondom, ebből elég. Van nekem egy barátom Nyugat-Berlinben, le van érdekelve, 150 kiló, úgy hívják, hogy Didi. Van egy hasonló 150 kilós felesége, mondom, itt nem lehet probléma, jókat főznek, áttesszük székhelyünket a festői Nyugat-Berlinbe. Áthussantunk, isteni vacsorát készítettek, és akkor ismerkedtem meg, amit eddig csak irodalomból ismertem, az abszint nevű szörnyű ital, amivel francia költők itták el az agyukat és forvasztották az agysejti állományukat. Elkezdtünk így abszintezgetni, csaj marhajót főzött ez a kövér nő. Hát egyszer csak nézünk körül, de akkor már ugye az idő is múlik, egy kicsit ugye abszint, stb. Tehát hirtelen a bergsoni düré, ugye a tartalom és az időtom, ugye kicsit másként kezd működni. Körülnézek, nincs ott az asszony. És időnként Didi tekintete ilyen furcsán az enyémbe horgol. Hát mondom, lehet, hogy csak toleráns. Ugye, és hát nem volt még nekem ilyen típusú tapasztalásom. Telik az idő, és azt veszem észre, hogy Didi a székkel mindig egy kicsit közelebb hopizik. És akkor már áttekintettük a Grünewaldi oltárt, áttekintettük Vegstosz fafaragó művészetét, és már fordultunk Kaspar David Friedrich romantikus festészetére, amikor azt vettem észre, hogy a Schwerpunktoknál, ugye ide most ezt így kell mondani, tehát akkor ő ilyen enfatikusan egy picit ugye a combomon felejti a kezét. Jaj, mondom, én ezt annyira ismerem. Hát ugyanez, hát álltam én a barikád másik oldalán, csávókám. Hát pontosan tudom, hát sejtem, hogy te miről beszélsz, de még mindig nem akartam elhinni, gondolván, hogy itt csak egy ilyen berlini művész túlfinomultságáról, vagy túlhevültségéről van szó, vagy buksiában babrál a kálvábosz, ugye nem lehetett pontosan tudni. Ám a kéz ráfelejtések enfatikus jelleggel egyre hosszabbodtak, mint a Hamlet rendezések Moszkva felé. Ugye mondta Peter Brook, hogy a hosszúsági körönként a Hamlet rendezések 5 perccel nőnek. Ugye? Tehát ugye az idő fogalma keletre teljesen más. Tehát egyre hosszabban felejtette combomon az ő kezét. És hát akkor éreztem, hogy Didinek még egy lépése van. Tehát kimerítette a játék lehetőséget, és nem valószínű, hogy telefonos segítséget kér. Úgyhogy én felálltam, mintha a könyvtárát szeretném átnézni, és onnan még egy negyedik Kaspar David Friedrich albumot előhorgáztam, amit egy nagyon szép régi lakás volt, gyönyörű nagy ablakokkal, gyönyörű komód, lapozgatjuk a Kaspar David Friedrich albumot, de akkor már Didi lehellete eléggé komolyan a tarkómon pulzált, és érzem, hogy megölel, ahogy csak egy férfi tud. De ez nem ilyen barátságos, hanem barátságos, eszes, mint gyengéd. Ugye, amit én így magamról szoktam volt régebben a nőknek mondani, hogy az milyen, hogy egyszerre látni bennem a humort, a sármőrt, a férfit, a macsót és a gyöngéd alanyi költőt. Nem, de bár! És a házias tünci-müncit. És hát Sage und Schreibe írd és mond, így levettem a kezét barátságosan, mert még mindig a homeless lét Damoklész kardja lebegett a fejem fölött, hogy nehogy ki legyünk ebruddalva. Mondtam neki, Didi. Tehát egy ilyen kis távtartás. Úgy aztán, hogy nem kell többet mondani, csak jelzem, hogy én még ilyen hagyományőrző vagyok. Szemébe néztem, hogy Didi, hát akkor már a bánat, a szerelem, a Calvadostól ilyen kicsit véreres. És most jön az az egyetlen egy mondat, amiért elmeséltem ezt a nem rövid, ám de érdektelen történetet. Rám nézett, ugye, és mint ultima ráció, utolsó érv, azt mondta, Warum, Sándor? Du bist so konzervatív. Ugye, hogy én vagyok a konzervatív, és hogyha nem hajolok be, akkor nem is vagyok avantgard és progresszív. Köszönöm szépen, ennyit gondoltam, hogy ez hogyan függ össze a szilveszterrel és a mai kabari műsorral, ezt majd eldöntik. Minden jót kívánok, köszönöm szépen. Egy tanácsot adok egyébként, amit én nekem most már utóbbi szilveszterekbe bejön, hogy nem kell a szilveszterből ügyet csinálni, hanem csak úgy áradjunk kicsit, úgy legyünk együtt, úgy ne legyen ez cél, hogy most jól érezzük magunkat, mert most nem fog történni semmi. A következő év ugyanez szar lesz, mint ez. Ugye, hát ez tehát nagy elvárások nincsenek, ez egy ilyen Gergely naptáron alapuló ilyen közszokás. Csendesen legyünk együtt, és
ahogy németül mondják, einen guten Rutsch, ugye, tehát csusszanjunk át. Áthallásos ezután a történet után. Köszönöm szépen! Jó éjszakát kívánok! Minden jót! Boldog új esztendőt! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Nagyon kedvesek! Hát, voltam 4 napot Londonban. A 3. napon találkoztam az első londoni párral. És mondom, welcome. Oh, you live in the... Oh, yes, we do. Hát mondom, kongratuláció, ugye, mert addig csak pakisztáni, szingaléz, melanéz és egyéb csávokkal. Hát most a birodalom visszacsap, ugye, tehát most a gyarmat birodalomért most fizetni kell, ugye, tehát nem lehet mindig. Azt csak mi csináljuk, hogy mindig a nyalók a szörös végén állunk, de hát kicsit azért ezen tendenciózusan valamit kellene változtatni. Kedveseim, érintettem tehát a nyalók a szörös végét, és arra gondoltam, hogy miután ma egyre többen teszik fel azt a kérdést, hogy hát egyáltalában kellett-e nekünk ez a rendszerváltás, módszerváltás, gengszterváltás, rögös út a kapitalizmusba, NATO-tagság, ugye, hát passzáron még ki se hűlt az oroszoknak a mikádója, már az amcsikat be kellett engedni, ugye, tehát mi nem bírunk, nekünk kell valami origó pont állandóan, legyen az Moszkva, Brüsszel, és az ördög tudja micsoda. A 90-es évek eleje az egy boldog és optimista kor volt. Hát én magam is némileg fiatalabb voltam, legcsodálatosabb 40-es éveimben. Ez csak nekem érdekes, elnézést kérek. Tehát nem gondoltam, hogy már a elmélkedés elején eljutok egy olyan pontra, ami csak engem érdekel. Na, a lényeg ugye, hogy megjelent a Playboy, első számban Sanyi, ez én vagyok, cikkével, eljött a Rolling Stones, álltunk a Népstadionba, a speaker bejelentette, hogy a színpadon Mr. Mick Jagger, és már sírtunk, mint akinek esernyőt toltak fel a seggébe. De sírtunk, hát nem hittük, hogy ez létre fog jönni. És hát kérem szépen, az ördög a részletekben rejtezik, szirmot bontotta a pipip show kultúra. Akkor történt, amikor egy hölgy behozott egy nagyobb méretű motoros rúst. Drága Bocz Géza kifejezése. És el akarták kobozni a határon, ugye? 88 lehetett ez, amikor már úgy foszlott a brezsnyevizmus, vagy gorbacsovizmus, vagy nem tudom micsoda, és mondta, hogy hát ezt méltányolják, mert ez egészségügyi segédeszköz, és neki erre szüksége van. Hát szóval csodálatos dolgok voltak. Anyám még a József körút 37-39-ben laktak, ott volt valamikor a Spolarics kávéház, ott nyílt az első pipip show, ahol még sorba kellett állni. Aztán nyílt egy nagyszerű, a Váci utcában volt fondűbár helyén, írók jártak oda, lehetett sörözni, nem kellett feltétlenül lekukkolni, tehát nem volt ilyen pipipsózási kényszer. Ez teljes mértékben fakultatív volt, legendás idők, de a legszebb az a Haller utcában volt, leánykori nevén Hámán Kató, Srivizavédő Apech. Ugye akkor még a postán személyesen fizettük be az adópénzt. És az olyan rossz, hogy ott szépen kiszámolod, és beadtad. És akkor úgy vártál volna valami kis biztatást, valami kis lelki lópokrócot, valami kis virtuális kockacukrot, valami kis paskolást, hogy hát Fábri úr, hát meg, ugye akkor én lelkesen fizettem az adót, mert azt gondoltam, hogy lészen itt egy rendes ország, mára ez az adófizetői hevület bennem alább hagyott, ugye fogsikorgatva teljesítem a minimumot, de hát, hogy úgy mondjam, tegyünk mindent a helyére, de akkor én tényleg azt gondoltam, hogyha dolgozunk, fizetünk adót, abból lesz út, pipipsó, nem tudom, mutatis mutandis, tehát, hogy haladni fogunk mi előre, és akkor a postán, ugye, ezek szegény postás kisasszonyok, nye, pecsét, ugye, ahogy a költő mondja, nevet, ha van csak áruvédjegy, ugye aktába írják, miről álmodoztál, ott már csak egy karton vagy, pedig annyira jó lett volna, hogyha megkérdezi, hogy Fábri, hát megjött, örülünk, kiszámította, nagyszerű, elhozta, sikerült, teljesítette állampolgári kötelességét, nagyon jó, mennyi az összeg, 180 000 forint, akkor válaszol egy macit a 3-as polcról. 500 fölött idike kisasszony lepippantja majd a postaraktárban. Tehát, hogy valami kis kedélyes motiváció.
Na kérem szépen, kigyöttem az Apektól, Haller utca. Hát mondom, ott az csak nem egy pipípsó, hát mondom, megnézem én aztad. Hát kérem szépen, az valami csoda volt. Ugye a pipípsóban az a veszélyes, hogyha kör, akkor látod a szembe lévő csávókat. Tudod, én először 80-ban voltam Amerikában, az nagyon jó volt, hogy nem az Empire State Buildingbe mentem, és nem a Metropolitan Múzeumban, aztán oda elmentem, csak hát este a 42. utcán néztünk körül. Nem, különösen a, ugye hát olykorban éltünk mi, hogy hát ugye nagyon homályos fogalmaink voltak arról, hogy na hát hogy mondjuk ezt politikailag korrekten, hogy az afroamerikai punci, az afroamerikai madárka, az afroamerikai genitáliák ugye hogyan is néznek ki, és hát ezt egy dollárért pazarul lehetett megszemlélni, azt kell mondjam, ilyen természettudományos érdeklődéssel. Az isteni volt, New Yorkban voltam ilyen live show-ba, ugye, hát az ember mindent ilyen turistaként mindent ilyet megnéz, ugye a live show az, hogy a színpadon ugye ilyen felnőtt gyakorlatokat mutatnak be, tulajdonképpen rendkívül unott szereplők, vagy legalábbis amit én láttam, két érdekes dolog volt, hogy a pozícióváltásnál a Krapek mindig így megpaskolta a csajnak a popiát. És hát akkor előről tőle, hát nincs a sok figura egyébként, a többi az csak sallang. Most nem mesélem el, amikor voltunk Jugoszláviában 1970-ben, autostop túrán, és hát Jugoszlávia szabadabb volt, ugye, hát ott Cézár konyakot, Super Rifle Farmert, Rolling Stones lemezt, és mi egyebeket lehetett kapni, és többek között a 64 figura című könyvet. Na most hát azért 16 évesen nem voltunk még annyira bátrak, de hát mondtam Árpi haveromnak, egy életem, egy halálom, nekünk ezt a 64 figura könyvet, ezt meg kell tekintenünk. Átküzdöttük magunkat a Tito életrajzok között, tehát azok ilyen köbméterbe álltak, Zsizny, Marsala Tita, Partizán, Szuperove, stb. Hát legalább 10 Titóról elnevezett város volt Jugoszláviában, Tito Veles, Titovo, Užice, na. Szóval is tettel, mondom Árpinak, lapozok, te megtold a bal oldalt, én a jobb oldalt. Ugye az már csak 32, és nagyon hamar rájöttünk, hogy tulajdonképpen 6 markánsan különböző helyzet van, a többi az már csak ollé, ugye, hát azt ismerik, hogy van a... Hát az már csak ilyen... Igen, az ismerik, nem? Egy csinos hölgy utazik a vonaton, és, vagyis a villamoson...